Ezúttal is sűrű ködben történt a vasárnap kora reggeli indulás, majd a helyszínen a Bicske Tiger szurkoli csoport támogatásával már gyönyörű, verőfényes napsütésben Illés, Gassner, Lapos, Bozsóki, Lakatos, Varga, Bori, Marsa, Vékony, Kovács, Soron összeállítású csapat kezdte a Gyirmót elleni mérkőzést. Itt vagyunk Gyirmót otthonában, ismerve az összeállítást, mit vársz a mérkőzéstől? Sziasztok, köszöntöm a nézőket! Hát tavaly sikerült itt nyernünk egy elég kemény mérkőzésen, el tudtuk vinni a 3 pontot, nyertünk 2-1-re. Én a mai győzelemben is bízok, úgy utaztunk majd, de hogy a 3 pontért jövünk. Összeállítást nézted egyébként, hosszú idő után Lapos Máté a csapatba került. Mit jelent ez számunkra? A védelemet erősíti, vagy a támadósort, vagy az egész csapatot? Hát én úgy tudom, hogy néztem az összeállítást, 5 védős rendszerben fogunk ma játszani. A Lapos Máté nekem tavalyról nagyon nagy kedvencem, nagyon-nagyon extra volt. Sajnos egy hosszantartó sérülés miatt ugye most tudott csak játékra jelentkezni. Nagyon örülök, hogy visszatért közénk, és én azt gondolom, hogy ő nagyon erősíteni fogja a védelmet, úgyhogy elő már csak gólokat kell rúgni, és akkor megbeszünk. Attila, tegnap végignéztük a Csóra elleni 2 meccsünket. Van erről valami véleményed, erről találkozol, erről a 0-0-ról? Hát sajnos ugye egy nagyon nagy hiba történt nem tudom, hogy kinek a részéről, ki nem vette ezt észre. Az Egyesület hogy részéről, igen. Igen, az Egyesület részéről, hogy az egyik játékosunk nem játszhatott volna vissza, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mi lett az eredmény, mert a Csór meg fogja óvni, és így teljesen jogszerűen meg fogják kapni a 3 pontot. Egyébként szerintem egy roppant gyenge találkozó volt, tehát én most őszinte leszek egy kicsit azoktól a játékosoktól, akik az első csapatból visszajátszanak, én sokkal többet várnék a megye 1-es csapatba. És akkor egy számszeredményt a mai meccsre? Mai meccsre? Tippet? 1-2. 1-2, úgy legyen. Köszönöm szépen. Kisztor, milyen az egészség állapotod? Javuló félben vagyok. Mi van a sérüléseddel? Javul be. Milyen sérülésed van egyébként? Avassuk meg a nézőket. Milyen? Külső bokaszalagszakadásom van Gyuriben. És volt valami orvosi beavatkozás? Nem kellett műteni. Szerencsére gyógytornáznom kell, meg ki kellett pihennem, és januárban elméletileg, hogyha a terv szerint halad minden, akkor jövök. Tehát az orvosok szerint a januártól már kezdheted. Igen, elméletileg. Nem hiányzik a játék, Kristóf? Hát de, hiányzik. Azért és így a cserepadon, így a pályán kívül milyen egy mérkőzés végignézni? Hát izgalmasabb, mint belőle, jobban izgulok. Rosszabb egyébként, nem rosszabb, szeretem ugye? Nézni a szerintem is pályán jobban otthon persze, érzed magad, persze. Ugye? Legalább csere lehetnék, de hát még az se. Jó, minél előbb épülj föl. Köszönöm. Sok sikert neked. Jó egészséget. Köszönöm. Az első eseményként egy előre vágott labdára Majás tartolt, de Illés a 16-oson kívülre futva mentett, majd Kovács szerzett labdát a hazai térfél közepén, kapura tört, de egy kicsivel többet tolt a labdán, és így a kapus mentett előre. Negyed óra elteltével Marsaivel Soronhoz, aki kilépett a védők közül, kapura emelése a léc fölé szállt, de kezdezés miatt már fütty után. 23. percben nagy kavaradás a bicskői kapu előtt, Vékony mentette a helyzetet. 3 perccel később egy nagy védelmi hibát követően Ominger emelt a baloldali 16-as sarkától fölé. 27. minutomban Marsa indította Vargát, aki baloldalról beívelt, Gassner a túl oldalról érkezett, és 20 méterről a felső kapufára lőtt. 31. percben Soron takadályozták szabálytalanul a kaputól 20 méterre, de a sértett lövése nem okozott gondot a hazai kapuvédőnek. 35. percben Ominger, miután Lapos elcsúszott, nagy szolgáját követően a 16-os sarkától fölé lőtt. 44. percben Gassner szerzett labdát a félpályánál, az alapvonalig változott, de beadása a védőkről szögletre pattant, ami nem hozott eredményt. Remekül működött az első játékrészben a letámadáson alapuló védekezés, amivel a Gyirmót nem nagyon tudott mit kezdeni, sok labdaeladással bizonytalankodott a pálya középső harmadában. Lendületesen kezdtük a második félidőt, Vékony 2-szer próbálta bevenni az ellenfél kapuját rövid időn belül, majd Soron ígéretes lövése pattant le a blokkról. Az 53. percben Kovács Péter nagyszerű keresztlabdával indított a Gassnert, aki a 16-oson belül kecskés felök lett. A játékvezető habozás nélkül 11-est ítélt, amit Soron higgadtan a kapu jobb oldalába küldött, ezzel 0-1. 64. percben váratlanul egyenlített a hazai csapat. Pókfoci alakult ki a 11-es pont környékén, nem sikerült védőinknek felszabadítani, és végül Majer lábáról a gólvonalon túlra került a labda, ezzel 1-1.
70. percben Soron Gassner, majd újra Soron volt a labda útja, utóbbi lövését a kapus megfogta. Utána Nagy Kristóf lövését mentette Illés. Az ellentámadás is tőle indult, Sornot futtatta, Kovács elé tálalt, kissé kisodródva 10 röméterről lőtt, kapusról pedig szögletre pattant a labda. 73. minutóban Lapos és Marsa befejezték, Kincses valamint Denszinger váltotta őket. 81. percben szabadrugás végzett jobb oldal, sarokból a hazai csapat. Illés kiöklözte a labdát, az ebből induló támadás végén Gassner átívelt a jobb oldal a Soronnak, így kissé balról a kapu mellé emelt. 83. percben Kovács Dominik 22 méteres szabadrugása a sorfalban álló Bosókét talált a fejbe és szédítette meg. 85. percben Kovács Péter helyére Németh állt be. A 88. minutumban Soron jobbról cselezett befelé, majd 15-ről a Léc fölé bombázott. Nyitsi Sisakos hajrá végén a 91. percben jött a fekete leves. A Bori ívelt szabadrugást az ellenfél büntető területére Bozsóki fején változtatott irányt a labda, majd az előrebikázott labdával Rátonyi Vargától szorongatva meglódult, és a kiinduló Illés mellett a kapuba gurított, ezzel 2-1. 93. percben egy ártalmatlan helyzetet követően Lakatos megjegyzést tett a partjelzőnek, amiért azonnali piros lett a jutalma. Egy órán keresztül szépen és jól játszott csapatunk, ez idő alatt kényelmesen meg is nyerhette volna a mérkőzést, ha csak a helyzeteink egy részét értékesíti. A szerencsétlen módon bekapott egyenlítő gól után is volt lehetőség az újabb gólzók szerzésére, de a kiadott lehetőségek a végén megbosszolták magukat. Bosszantó egyben tanulságos vereség, az elmulasztott felzárkózási lehetőség volt az a BTC számára. Hogyan értéked ezt a találkozót? Köszönjük szépen a gratulációt. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt. Nagyon masszív ellenfél letaláltunk a bicskei csapatban. Nagyon jól védekeztek, ez a 5-3-2-es védekezési rendszert nagyon nehéz feltörni. Nem is találtuk az ellenszerét az első fél időbe, de rákényszerített bennünket a mérkőzés, hogy mi is váltsunk. Ezért mi is a második fél időre szerkezetet váltottunk, és akkor kiegyenlítődött végre a játék, és már a két széleket is le tudtuk zárni, nem tudták forgatni, ugye a játékokat a területek le voltak zárva, úgyhogy így tudtuk egalizálni az első fél időt. Azt gondolom, hogy végre úgy tudtunk nyerni mérkőzést, hogy megfordítottuk az állást. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük ezt a mérkőzést, de egy nagyon jó csapatot tudtunk legyőzni. Küzdelmes mérkőzésen vagytok túl, ez így igaz. Az eddigi szereplésetek itthon is, meg idegenben is úgy néztem, hogy olyan egyforma, 42%-os teljesítmény. Hogyan értéked az eddigi teljesítményeteket? Hát nagyon nehéz értékelni a teljesítményünket, abból kifolyólag, hogy nagyon sok fiatal játékosom van. A fiatal játékosoknak meg kell lépni a UP-ből a felnőtt fociba való beilleszkedést, ez többüknek már sikerült, úgyhogy a végére már kiegyenesedtünk, magyarul most már csapatként is jól szereplünk, illetve a fiatal játékosok felvették az NB3-nak a ritmusát, ami nem egyszerű egyik napról a másikra. Illetve azt gondolom, hogy a helyezésünk a bajnokságban lehetne jobb is, viszont én abszolút a támadó foci híve vagyok. Ez a 42 gól, amit rúgtunk a hátsó régióba kiemelkedik, hisz a legtöbb gólt rúgott csapat a Tatabánya 45 gólos, úgyhogy én azt gondolom, hogy a támadó játékunkkal maximálisan elégedett vagyok, nyilván a védekezésünkkel nem vagyok elégedett, hogy sok gólt kaptunk, de én azt gondolom, hogy tavasszal ki fogunk a védekezés is egyenesíteni, és akkor azt gondolom, hogy méltó ellenfelé leszünk mindenkinek. Józsi, eléggé rapszodikus a teljesítményetek, hiszen van három olyan nagy arányú vereségetek, a Tatabánya, Kaposvár, stb. 5-0, 5-1, 6-1-es. Ezt hogyan értéked? Miért kaptátok ezt a sogót? Pontosan ez volt a lényeg, hogy a fiatalok rutintalansága. Ők még nem játszottak stadionban, azért Tatabányán is van egy stadion, Kaposváron is van egy stadion, van néző is, tehát hozzá kell szokniuk ehhez a millióhöz. És ezt akkor még ugye a rutintalanság számlájára írom. Szépen lassan bele fognak szokni, és akkor már el fognak kerülni bennünket ezek a nagyobb vereségek. Ebben biztos vagyok. Egyébként az előző mondatodon megerősítő, hogy eléggé gólerősek vagytok, hiszen 19 meccsen mindegyikén rúgtatok gólt, csak egy kivételével egyen nem rúgtatok, tehát ez is jelzi, hogy azért a támadó sorotok nincs gond. De volt egy Eto elleni meccs, 3-0-ra vezettetek. Hogyan lehet veszíteni 3-0-ról? Ezt megmagyarázni nem tudom. Nem is lehet. Sajnos át kellett érnem ezt a borzasztó élményt.
Nagyon sok tényezője volt annak a mérkőzésnek. Én azt láttam, hogy a srácaim nem azt játszottak a második félidőben, amit kellett volna, illetve egy kicsit megijedtek a nagy lehetőségtől. A bíróval nem szoktam foglalkozni, megmondom őszintén, de ott eléggé befolyásolta a mérkőzés alakulását. Még egy utolsó kérdésem, hiszen a házi gólista vezetőtök már 20 gólos, ha jöttem a Mayer Ádám. Hogy lehet az, hogy még mindig itt játszik, és nem fér be az egy csapatába, az MB2-be? Hát ezt azt gondolom, hogy nem nekem kellene megállapítanom, úgyhogy erre, ha lehet, akkor inkább nem válaszolnék. Egy biztos, az Ádám rettentő gólerős, borzasztó jó focista, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Én nagyon remélem, hogy egy 40 gólt össze fog hozni. Hát a szorgalmával, a tehetségével nincs gond, csak másra esett. Így van. Jó. Hát Józsi, köszönöm szépen az interjút, és sok sikert kívánok nektek a jövőben. Nagyon köszönjük. Kikaptunk 2-1-re, de nem úgy nézett ki a mérkőzés, hogy vereséggel távozunk Gyirmótról. Hogyan tudnád értékelni ezt az 1-2-es vereséget? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon nyert mérkőzés volt. Ennyi helyzetet nem, hogy egy mérkőzést kell megnyerni, hanem egy fél bajnokságot. Megemelem a kalapomat az ellenfél előtt. Ők, amiből tudtak ma élni, azok a párharcok, és ugye a végjátéknál jobban akarás, ez meg is történt a mérkőzésen. Két olyan gólt kaptunk, hogy nem tudom már mióta kérem a többieket, hogy ez nem fordult elő. Az, hogy mi egy szabadrúgás után kontrából kapunk úgy gólt, hogy háromszor lehetőségünk van arra, hogy az ellenfél játékosát megállítsuk, nem történik meg. Ez egy kicsit elgondolkodtató, de az öltözőben is elmondtam, hogy az most fordult először elő és utoljára, hogy az én csapatom az utolsó 25 percben egy ilyen kuplerá jelleggel van fönt a pályán, hogy folyamatosan a játékvezetéssel és egyéb dolgokkal foglalkoznak ahelyett, ami a feladatuk. Úgyhogy összességében mondom, hogy nagyon nyert mérkőzés, de a végére azt mondom, hogy megérdemelt 3 pontot az ellenfél, pont azért, mert ők sokkal okosabban és sokkal jobban akarták a győzelmet. Miért volt a játékosunk kiállítása? Második sárga lap beszólt a partjegyzőnek, ez az ő dolguk, hogy mennyire volt súlyos a beszólás, amit nekem a játékos mondott. Én úgy gondolom, hogy magyar futballpályán egy mérkőzésen 100-szor van ilyen, de természetesen egy játékosom ne azzal akarjon kitűnni, hogy a játékvezetővel foglalkozik, de nem csak ő volt, hanem volt több ilyen játékosom, aki folyamatos probléma volt, nem értettem az okát. Nyilván ez is egy új arca volt egy-két embernek, de mondom, ezt rendbe rakjuk, aztán jövő héten meg az utolsó mérkőzés, szeretnénk győzelemmel búcsúzni. Sok helyzetet kihagytunk, erről most ne is beszélünk, de a két bekapott gólról beszéljünk már néhány szót, az első és a másik elkerülhető, illetve hogyan lehetett volna elkerülni? Hát ugye az egyikről mondtam, a második gól az egy oldalszabadrúgás után egy kapu előtt lecsorgó labdába, hamarabb reagált az ellenfél, ott volt lehetőségünk, hogy megállítsuk, vagy megszerezzük a labdát, ez nem történt meg, ott egy mélységi jó fölpassz volt, egy versenyfutás volt, gyorsabb volt a csatár. Én úgy gondolom, hogy egy extra megoldás volt a csatár részéről, kapus is mindent megtett, hogy próbálja hárítani, de gyönyörűen elrúgta hosszúra. Az első gól az meg... Igazából most persze lehet vitatkozni, egy felévelt labda után lecsorgó labda, 16-oson belül kispadról úgy látszott, hogy a támadó játékos a lába között tartotta a labdát, másodpercekig nem fújták, mindenki tátotta a száját, aztán belepöcköltek egyet a labdába, azt berúgták. Csaba, miben kell változnunk ahhoz, hogy jövő héten morgon győztesként jöjjünk le a pályáról? Egyéni célok. Az, hogy valaki vele szürkül az adott játékba, és mondom a fél időbe, hogy mekkora fordulat tud lenni 45 perc alatt. Az öltöző pont azt mondtam, hogy az egyik legjobb játék teljesítményen rukkoltunk az első fél időbe. Remek teljesítmény volt, helyzeteket dolgoztunk, uraltuk a mérkőzést, az ellenfélnek egy távoli kaput eltalálva lövése volt. Azon kívül én úgy gondolom, hogy a labdabirtoklás is az kb. 60-40-70-30 volt a javunkra. Szebb-nészebb támadásokat építettünk. Másik fél elején nem is volt probléma, rúgtunk is gólt. Aztán utána, hogy a végére, hogy egy-két játékos milyen jogon hatalmazta föl magát erre a viselkedésre, azt nem tudom. Nyilván nem egyszerű helyzetünk, minimális a szankcionálási lehetőség a kezemben, hogy tudok büntetni, majd ezek a játékosok majd rendbe rakjuk. Az ősz utolsó bajnoki mérkőzésére előrehozott tavaszi fordulóként december 4-én, vasárnap 13 órától kerül sor az örök rivális Morotonában.